Rendkívül hálás vagyok a győrieknek, és rendkívül hálás vagyok a családomnak. Rendkívül hálás vagyok a győrieknek, hiszen a győriek vasárnap úgy döntöttek, hogy botlásom ellenére velem együtt szeretnék építeni ezt a várost, amelyet 13 év óta együtt közösen a győriekkel építünk. Két fontos döntést hoztam a tegnapi napon. Az egyik nagyon-nagyon fontos döntés az az, hogy a velem kapcsolatos történések, úgy gondolom, hogy nem kell, hogy morális hátrányt hozzon a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, ezért az elkövetkezendő időszakban kilépve a Fideszből független polgármesterként fogom folytatni a tevékenységemet, együtt közösen a győriekkel, és természetesen együtt közösen a Fidesz-KDNP frakcióval. A másik, erről egyébként a tegnapi napon a Fidesz vezetésével egyeztettem. A második nagyon-nagyon fontos döntésemben a győriek segítettek. A győriek segítettek, ahogy már mondtam, a vasárnapi napon úgy döntöttek, hogy az elmúlt 13 év eredménye és sikere az egy közös munka volt. Egy olyan közös munka, amiben a győriek azért harcoltak együtt közösen velünk, hogy ez a város fejlődjön, ez a város felkerüljön Európa térképére. Ezért nem is akartam, és nem is tehetem meg azt, hogy egy ilyen felhatalmazás mellett, egy ilyen legitimáció mellett bármikor is visszalépjek, és úgy gondoljam, hogy a győriek bizalmát ne vegyem figyelembe. Tehát az elkövetkezendő 5 évben Győrváros polgármestereként fogok tevékenykedni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm az érdeklődést. Jó magam, mint Győrváros polgármestere, az elkövetkezendő időszakban arra fogok törekedni, hogy eredményesen és sikeresen vezessük ezt a várost az elkövetkezendő 5 évben. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.